Az az igazság, hogy címezhetném ismét miniszterelnök úrnak a mondandómat, de talán szélesebb körben is érdekes lehet. Az az igazság, hogy a mi baloldalunknak mindig más országa a szép, nekünk meg a sajátunk. Mindig más országa a jó, mindig más országa a bezzeg ország, mindig más társadalom a jobb a miénknél, mi meg a sajátunkat szeretjük. Önök a másokét szeretik, mi pedig a saját hazánkat szeretjük. Az a helyzet, hogy ez az ellentét, amely kibékíthetetlenné teszi a mi mindennapjainkat, és ez az, amiből nehéz úgynevezett összefogást vagy közös politikai akaratot képezni. Azt is szeretném hozzátenni, hogy a sok felszólalásból itt érdemes lenne talán mindegyikre reagálni, de mégiscsak Gyurcsány Ferenc úr, a Demokratikus Koalíció elnöke mondta egyrészt a legközelebbi, legutolsó felszólalást, másrészt a legdrámaibbat. Ugye ön beszél, ha jól értettem, szemforgatásról. Ugye, drága uram, az a helyzet, hogy 2008-ban Oroszország katonai agressziót hajtott végre Grúziával szemben. Ön volt a magyar miniszterelnök. 2008-as katonai agresszió után lapított, mint az a bizonyos a fűben. Sőt, olyannyira, hogy még ki is utazott ő nagyságával, magánlátogatásra Moszkvába egy katonai agresszorhoz ebédre egy ukrán étterembe. Sőt, drága ex-miniszterelnök úr, jelenlegi frakcióvezető úr, és ha rajtunk múlik, az is marad. Azt szeretném önnek mondani, hogy az, hogy a tisztesség és a becsület szavakat papírból olvasta föl, először nem volt világos most a felszólalásán, de azok után, hogy megteszi mindezt, legalább annyi tartása, önbecsülése lenni, hogy kérje meg valamelyik képviselőtársát, hogy mondja el az ilyen típusú felszólalásokat. Mindent megszoktunk már öntől, arcbőrvastagságtól mindentől függetlenül, de arra azért nem számítottam, hogy pont ön, aki egy orosz katonai agresszió idején miniszterelnök volt, és utána még ment puncsolni Moszkvába, mindeközben egyébként a magyar olajipari vállalatot kiátszotta az oroszok kezére. Legalább hallgasson. Nekünk ne beszéljen szemforgatásról, ne beszéljen becstelenségről. Az pedig, hogy a politikai szövetségesei, politikai Stockholm-szindromások, hogy előbb-utóbb beleszeretnek a fogvatartójukba, és átlépnek sorra, ahhoz gratulálok önnek. Szépen bővül a DK, mindenki meg fogja ott találni a helyét. Megunta a tagozati rendszert, uraim, neve, vegyék észre. Lépnek be sorban. A szocialistáknak sincs már sok dolguk, szerettem volna önökre valamit reagálni, de egyszer nem jut már eszembe semmi. Az az egy dolguk van, hogy írják alá az átlépési nyilatkozatokat. Menjenek oda, ahova való. Az pedig, hogy önök olyan politikai szövetséget hoznak létre a bukott miniszterelnökkel, amely veleig romlott politikát képvisel, lelkük rajta, de ne csodálkozzanak, ha a magyar nép újra és újra el fogja önöket küldeni a fenébe a választásokon. A Momentum képviselőinek azonban szeretnék egy valamit megjegyezni. Azt nem tudjuk, hogy fogja érteni, de azért szeretném megjegyezni. És nem pusztán viccnek szánom. Nem tudom, hogy érdemes-e olyanokkal akkumulátor ügyben vitatkozni, akik az elektromos rollert a kádban fürdetik, mint egy kis babát. Nem tudom, hogy érdemes-e. Azt fogják föl, hogy ez egy komoly szakmai kérdés. A magyar kormánynak, így a magyar parlamentnek is komoly elvárásai kell, hogy legyenek az ügyben. Világos szabályokat kell betartani, amik Németországban és az Európai Unióban is betartatásra kerülnek. Ehhez ne haragudjanak meg, ehhez a vitához önök kevesek lesznek. Amit még szeretnék mondani Tordai úr nagyhangú felszólalására, hány dollár egy ilyen felszólalás, képviselő? Önnek nem az Antifa ügyben kell... Önnek nem az Antifa ügyben kellett volna valamit mondani, erőszakos, baloldali zavarkeltők vernek budapesti utcáin magyar állampolgárokat. Ez az önök hódudvarához tartozik. Zárásként, elnök úr, bocsánat, egy fél mondatot engedjen meg. Én miniszterelnök úr, értem az összefogás szándékát, egyben biztos lehet, hogy ez a politikai oldal mindig a magyar érdekeket fogja képviselni, az a politikai oldal pedig valami más. Köszönöm szépen!